Nagy péntek, Jézus kereszt halálára emlékeztek ma a hívek a Mária Pócsi templomban. Húsvéti razzia, nem csak az autósokat, hanem a kerékpárosokat is megállítják majd a rendőrök. Iskolai beiratkozás, már készülnek a gyerekek, április közepén lehet jelentkezni. Nagy péntek van, ma Jézus elítélésére és kereszt halálára emlékezünk. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Idén nem csak a gyászról szól március 25-e, hiszen ez a nap Jézus fogantatásának ünnepe is. Nagy péntek és a szeplőtelen fogantatás örömhírvétele ritkán esik egy napra. Ennek alkalmából ünnepi szentmisét tartottak többek között Mária Pócson is. Ezek a felvételek nemzeti kegyhelyünkön, Mária Pócson készültek. A görögkatolikus nagy templomban díszes, igeközpontú misét tartottak ma délelőtt. Nagypénteken itt is Jézus Krisztus kereszt halálára emlékeztek a hívők, ám idén március 25-e nem csak a gyászról szól. Áldott vagy te az asszonyok között, így szólt Máriához Gábor angyal ezen a napon, az örömhírvétel Jézus szeplőtelen fogantatásának ünnepe a mai. Ez a kezdet és a végnapja is, hiszen ehhez a naphoz számítva 9 hónap múlva emberré lesz az Isten fia. Ugyanakkor pedig ezen a napon emlékezünk a halálára, ami bizonyos szempontból a vég, de inkább a kezdet, az örök élet kezdete. Ma este a Mária Pócsi nagypénteki szertartáson előkerült az úgynevezett plascsenyica is. Ez Krisztusnak egy ikonszerű megfestett síri leple, amellyel nagypénteken körmenetet tartanak a papok. A halott Krisztust visszük mi most pillanatnyilag a vállunkon. Úgy, ahogy még a régi időkben a koporsót vitték a hozzátartozók, barátok egy archaikusabb környezetben, úgy most mi azt a síri leplet visszük, és ez lesz 3 napig a szent sír. Tehát nem kereszt van nálunk beállítva a szent sírba, nem figurák, hanem ez a lepe, és ez 3 napon keresztül a feltámadás hajnaláig, ez folyamatosan kint van, és hihetetlen nagy tiszteletben van, tehát ez a lepe. Szép is, meg tényleg nagyon ősi a hagyománya. Itt a templom közepén helyezzük el, és akkor a hívek akár szertartásra, akár a 3 nap folyamán jönnek egyénileg családdal, gyerekkel, és ezt meg is szokták csókolni. Ez pedig már a Nyíregyháza Sóstói Református Egyházközség temploma. Itt puritánabb körülmények között emlékeznek a hívek nagypénteken, mondta Kósa László lelkész. A reformátusoknál nincsenek liturgikus színek, ilyenkor csak egy fekete terítő fejezi ki a gyászt. Felkerül akár az úrasztalára, vagy a templomba a fekete terítő, de csak ez az egyetlen egy. Ami kifejezi azt, hogy nagypéntek van. Amit a gyülekezet tagjaiban látunk, kivétel nélkül, idős és fiatal, valahogy úgy benne van az emberekben, hogyha nagypéntek, akkor ez egy kicsit egy gyászos nap, akkor az az emberiség történetének az egyik legszomorúbb napja, úgy jelennek meg fekete ruhába, fekete öltözékbe, és maguk az énekek is úgy kerülnek választásra, hogy egyfelől a nagypénteki tragédiát kifejezze és megmutassa, hogy igen, ez a legszomorúbb, leggyászosabb nap, de hát ez a gyász az örömre fog fordulni húsvét hajnalán. Mária Pócson szombat este 9 órakor tartják a feltámadási szertartást, húsvét vasárnapján pedig 10 órakor kezdődik a szentmise, utána lesz a pászka szentelés. Nyíregyházán az evangélikus nagy templomban húsvét első napján 8-kor és 10-kor tartanak istentiszteletet, a római katolikus templom ünnepi szentmiséje vasárnap 10 óra 30 perckor kezdődik, a református istentisztelet a belvárosban 10:30-kor, Sóstón 11 órakor kezdődik majd. Nem csak az autósokkal, hanem a kerékpárosokkal is megfújhatja az alkoholszondát a rendőrség a hétvégén. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a közlekedők a húsvéti ünnepek alatt Nyíregyházán. A megnövekedett forgalom miatt egyirányúvá válhatnak szakaszok, és több eddig tiltott helyen is parkolhatnak majd az autósok.
Nem lehet kerékpározni a Sóstúj úton, de a hosszú hétvégén talán így majd gyorsabban el lehet jutni az állatkertbe, mint autóval. Óriási tömegre számít a rendőrség, ezért változhat a forgalmi rend. Így például több helyen is megengedett lesz a parkolás, és ha sok autó lesz, akkor egyirányú lehet a Kemecsei út a felüljárótól a Fürdő utcáig, valamint a Sóstúj út és a Berenát utca. Most még viszonylag alacsony a forgalom itt a Sóstújúti felüljárón. Az ünnepek alatt és a hétvégén viszont rengeteg látogatót várnak ide Sóstóhegyre. Az autósok a felüljáró mindkét oldalán parkolhatnak majd. Egyedül arra kell figyelniük, hogy a szalagkorláthoz közel álljanak meg. Megnövekedett forgalom esetén azonban egyirányúvá is válhat majd ez az útszakasz. Kerékpárosokat is megállít a rendőrség a hosszú hétvégén. Nem csak az autósok, de a biciklisek is számíthatnak arra, hogy alkoholszondát kell megfújni. A rendőrök nem akarnak ünneprontók lenni. Azt mondták, hogy egy sört megihatnak, de többet nem. Kerékpárral is van egy olyan szint, amit még elfogadható, tehát egy nagyon minimális alkoholfogyasztás. Nyilván nem várjuk el senkitől, hogy egy pohár sört ne igyon meg, de azért ne többet. Tehát legyen alkalmas arra, legyen képes arra, hogy közlekedjen, és ugye a közlekedés az azt jelenti, hogy A pontból B pontba valamiféle szabályok betartásával közlekedik. Az autósoknál viszont nem ilyen elnézőek a rendőrök. A sofőröknél az úgynevezett zéró tolerancia van érvényben. Ez azt jelenti, hogy semmit sem ihatnak. Sőt, arra is figyelniük kell, hogy másnapra távozzon a szervezetükből az alkohol. Meglepetésként érhet egyes gépjárművezetőt a szonda eredménye, hiszen ő csak tegnap éjfélig, vagy kilencig, vagy bármeddig ivott. Viszont a szervezet ezt még nem dolgozta fel. Nagyon súlyos következményei vannak ennek az alkoholfogyasztásnak, és szerintem az ünnep ünnep legyen, és a továbbiakban is egy szép emlék legyen róla, ne pedig következmények. A rendőrök azt is elmondták, hogy a húsvéti ünnepek alatt nem csak az ittasságot, hanem minden más szabályt is ellenőriznek. Ugyanúgy büntetik, ha valaki nem köti be a biztonságjövet, vagy telefonál vezetés közben. Teltházal mennek a nyíregyházi szállodák a hosszú hétvégén. A vendégek egy része szép kártyával fizet a szolgáltatásokért. Hetekkel ezelőtt kritizálta az Európai Bizottság a béren kívüli juttatások magyar rendszerét. A szállodások sajnálnák, ha eltörülnék a kafetériát. A VOSZ főtitkára szerint Brüsszel azzal is megelégedne, ha külföldi cégeket is beengednének a piacra. Ebben a nyíregyházi szállodában most 75 vendég pihen a húsvéti hosszú hétvégén. Több mint kétharmaduk a családjával érkezett, többen szép kártyával fizettek. A vendégek nem csak szállásra, hanem sokan éttermi fogyasztásra is használják a kafetéria utalványokat. Nem csak a húsvétkor, hanem az összes hosszú hétvégés ünnepnapokon 100%-os telítettséggel vagyunk, és a szálló vendégeknek, az ide érkező az ország több pontjáról érkező szálló vendégeknek körül egy harmada a szép kártyával fizet. Tolnai Róbert és családja Budapestről érkezett Nyíregyházára. Először járnak a nyírségi nagyvárosban. Most szép kártyával fogunk fizetni, tehát szerencsémre a tavaly egy munkám folyamán tehát gyűlt egy kis pénz a szép kártyára. Gyakorlatilag most ez nagyon jól jön, mert nem kell készpénzt, illetve a számlámról levegyek pénzt, úgyhogy ez egy kis plusz. Tehát tulajdonképpen szinte észre se vesszük, hogy itt vagyunk. A turisztikai szakemberek szerint a kafetéria rendszer átalakítása kedvezőtlen hatással lenne az ágazatra, de a vállalkozók szövetsége is úgy véli, nem lenne szerencsés kidobni az ablakon a béren kívüli juttatások rendszerét. Az ítéletnek az a lényege, hogy nem lehet kirekeszteni erről a piacról vállalkozásokat, itt esetünkben francia vállalkozásokról van szó, és nem lehet monopolizálni ezeknek a jegyeknek a forgalmazását. Mind az étkezési jegy, az Erzsébet utalvány, mind a szép kártya, a belföldi turizmus, a belföldi kereskedelem, a belföldi vendéglátás egyik emelője, gerjesztője. A KSH adatai szerint Széchenyi pihenőkártyával a tulajdonosok 19%-kal többet költöttek az év elején, mint korábban. A működő kereskedelmi szálláshelyek jelentése alapján 1653 egység fogadott el pihenőkártyát 887 millió forint értékben. A kormány ígérete szerint nyárig döntenek a kafetéria rendszer átalakításáról. A legvalószínűbb elképzelés szerint a béren kívüli juttatásokat készpénzben kapnák meg a munkavállalók. Vasárnap egy órával kevesebbet alszunk, hajnalban kell átállítani az órákat 2-ről 3-ra. Elkezdődik a nyári időszámítás. Azért kell áttekerni az órákat, mert számítások szerint országosan egy kisebb település egy évnyi energiafogyasztását lehet vele megspórolni. Vannak olyan vélemények is, hogy az egésznek semmi értelme.
Először 1916-ban Németországban vezették be a nyári és a téli időszámítást. Magyarország jóval később 1954-ben csatlakozott a kezdeményezéshez, de csak 4 évig. 1958-tól 21 éven keresztül nem tekertek, majd 1980-ban vezették be újra a rendszert. A nyári időszámítás október 30-áig tart. Április közepén lehet beiratkozni az általános iskolákba. Több mint 5700 óvodás kezdi meg tanulmányait a megyei intézményekben. Erről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Szombaton Budapesten a MAFSZ ellen kezdi a bajnokság középszakaszát a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese az Alsóházban a fővárosiak mellett még a Szegeddel és a Jászberénnyel játszik oda-vissza meccset. A tabella utolsó két helyezettje 2 nyert mérkőzésig tartó párharcot vív majd a kiesés elkerüléséért. A Hajdúnánáson aratott 32-25-ös győzelmét követően a női kézilabda NB1B tabellájának második, jelen állás szerint feljutás jelentő helyére lépett előre a kisvárdai KC. Rácz Sándor együttese a következő fordulóban a Szeged KKS-e csapatát fogadja. Egyre több cég érdeklődik a megyei ipari parkok iránt. Erről beszélt a Kölcsei Televíziónak Lipők Sándor uniós fejlesztésekért felelős miniszteri biztos. A politikus úgy látja, az ipari parkok közlekedési feltételeit még fejleszteni kell, hogy a vállalatok igényeit kiszolgálják. A települések akár 1 milliárd forint pályázati pénzt is kaphatnak, hogy ezeket a feltételeket megteremtsék. Olyan nagyhírű nemzetközi cégek, mint a CEISZ, de helyi vállalkozások is, mint például a Szatmár Optika költözött be a Mátészalkai Ipari Parkba. Összesen 42 cég dolgozik itt, túlnyomó részt textilipari, kereskedelmi, optikai és bútorgyártással foglalkozó vállalkozások működnek Mátészalkán. Hanusi Péter, a város polgármestere azt mondta, nem elégszenek meg ennyivel, továbbfejlesztenék az ipari parkot. A már meglévő ipari területeinket szeretnénk fejleszteni, hiszen már most is vannak a 10 hektár területen olyan helyszínek, ahol gyakorlatilag nincs megfelelő áramkapacitás, nincs víz, nincs szennyvíz, nincs internetkapacitás. Ezeknek a kiépítésére, közművel való ellátására, az utak elkészítésére, járdák elkészítésére, csapadékvíz megoldására 500 millió forint támogatást szeretnénk lehívni. Mátészalka csak egy a megyei ipari parki központok közül. A térképen látszik, hogy Kisvárdán, Nyírbátorban és a megyeszékhelyen Nyíregyházán is komoly parkok működnek, de a kisebb településeken is vannak ilyen kezdeményezések. A 2020-ig tartó uniós költségvetési időszakban 2,9 milliárd forintot fordíthat a megye az ipari övezetek fejlesztésére. Minden település pályázhat az úgynevezett TOP programban, akkor, ha a belterületi iparterület 50%-a önkormányzati tulajdonban van. Új ipari parkok kialakítására is lehet pénzt szerezni, ám csak akkor érdemes, ha az nem marad üresen. Befektetői tárgyalásokat jó magam is folytatok, részt veszek, illetve információk is érkeznek hozzám. Van mozgolódás, vannak elképzelések, viszont az azt jelenti, hogy a meglévő területeken, amik vannak, ott az infrastruktúra fejlesztése vagy javítása, bővítése, az egy fontos szempont, amire lehetőséget nyújt ez a pályázati kiírás, és ezt célszerű erre felhasználni. Tehát azt jelenti, hogy a meglévő vállalkozások jobb minőségű kiszolgálását, akár új épület építésére vagy meglévő bővítésére is lehetőséget ad. A vissza nem térítendő támogatás 100 millió forinttól 1 milliárd forintig terjed. Magyarországon 220 ipari park van, az észak-magyarországi régióban van a legtöbb, de a közép-dunántúli régió ipari övezetei nyújtanak a legtöbb embernek munkát. Az ipari parkok kihasználtsága és fejlettségi szintje változó, többségük beépíthető területtel is rendelkezik. Közeleg az általános iskolai beiratkozás ideje. 5715 első osztályos kisdiákot várnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskolák a 2016-17-es tanévben. Szabad iskolaválasztás van, nem csak az állami iskolákba iratják be gyermekeiket a szülők, az elsősök 10-15%-a egyházi fenntartású intézményben kezdi meg tanulmányait.
Készen vannak a húsvéti tojások, a héten az ünnepre készültek a nyíregyházi Szent Miklós görög katolikus általános iskolában. Az intézménybe 90 elsős jelentkezett, de 60 gyereket tudnak fogadni a következő tanévben. Előnyt élveztek azok, akik a görög katolikus óvodába jártak. Leginkább az iskola küldetése és feladata megtanítani a gyermeket írni, olvasni, számolni. Tehát alapfokú iskolában, első osztályban. Ezért első osztályban 9 magyar órát adunk, másodikban pedig 5 matematika órát. Pontosan azért, hogy a szorzótáblát tanulják meg, az alapokat igyekszünk elősen lerakni, és harmadik osztálytól lép be az idegen nyelv, informatika és egyéb tárgyak. A mátészalkai Képes Géza általános iskolában is 3 elsős osztály indul, 70 gyermekkel. A szülők nyílt napon pillanthattak be az iskola életébe. Személyesen sikerült a tanítónénikkel megismerkedni és közeli kapcsolatot kialakítani, éppen ezért nem csak az iskolát, hanem a tanítónéniket is választottunk. A szülők fontosnak tartják iskolaválasztásnál, hogy jó közösségbe kerüljön a gyermekük. Az iskola a kötelező oktatáson túl pluszt is szeretne nyújtani. Nagy teret adunk az együttmozgásnak. Ennek keretében úszást oktatunk, lovaglási lehetőséget biztosítunk, rendszeresen megrendezzük a sport- és egészségnapunkat. Ezen túlmenően nagy teret engedünk a művészeti oktatásnak, ezen belül több mint egy évtizedes hagyománya van már nálunk a néptáncoktatásnak, ettől a tanévtől kezdve a hangszeres zeneoktatást iskola falain belül oldjuk meg. A pedagógusok szerint jó, ha a lakóhelyhez közel van az iskola, a kisgyerekek számára megterhelő a mindennapos utazás. A lakóhely körzetében lévő iskoláknak kötelességük felvenniük a gyereket. Az általános iskola felvételi vizsgát nem írhat elő, alkalmassági vizsgára lehetőség van ott, ahol valamilyen tantárgyat emelt szinten oktatnak. Az elsősök beiratkozásának hivatalos időpontja április 14-15-e reggel 8 és este 7 óra között lesz. A szülőknek saját és gyermekeik személyi okmányait kell magukkal vinni az iskolákba. Mégsem lesz a jövő héten volán sztrájk. Ezt jelentette be ma Budapesten a Közúti Közlekedések Szakszervezet elnöke Baranyai Zoltán. Kedden számoltunk be arról, hogy Szabolcsban is készülődnek a munkabeszüntetésre. Úgy volt, hogy jövő hétfőtől péntekig jár kevesebb busz a megye útjain. Baranyai Zoltán azt mondta, hogy a bértárgyalásban résztvevő szakszervezetek olyan ajánlatot kaptak a munkáltatótól, amiről érdemes tárgyalni. A szakszervezetek egyébként 3%-os általános béremelést és havi 5000 forintos plusz béren kívüli juttatást kértek. Több hektárnyi területen égett péntek délután a növényzet Nyírtóra és Nyírbogdány között. Nagy kiterjedésű bozót, nádas és aljnövényzet, valamint mezővédő fasorok is lángok martalékává váltak, amikor ismeretlenek, valószínűleg felgyújtották a növényzetet. A nyíregyházi tűzoltók vízsugárral próbálták megfékezni a tüzet, a füstöt már Nyíregyházáról is látni lehetett, ugyanis a bozótban több gumiabroncs is lángra kapott. Szombaton Budapesten a MAFSZ ellen kezdi meg a bajnokság középszakaszát a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese az Alsóházban a fővárosiak mellett még a Szegeddel és a Jászberénnyel játszik oda-vissza meccset. A tabella utolsó két helyzetje 2 nyert mérkőzésig tartó párharcot vív majd a kiesés elkerüléséért. Az alapszakaszt követően 3 részre szakadt a férfi kosárlabda NB1 egy 14 csapatos mezőnye. 5 együttes a felső, 5 a közép, 4 gárda pedig az alsóházban folytatja. A Marsó Nyíregyháza az utóbbiban érdekelt, a Szeged, a MASZ és a Jászberény társaságában. Mivel a csapatok vitték magukkal korábbi eredményéket, a fővárosiak és a tiszapartiak 8-szor győzelmet számlálva lépéselőnyben vannak az eddig 5-öt sikert elérő két riválissal szemben. A nyíregyháziaknak szinte hibátlan teljesítményre lenne szükségük ahhoz, hogy elkerüljék a bennmaradástól döntő párharcot. Nagyon nehéz lesz az utolsó 6 mérkőzésen. Ugye nekünk mind a 6-ot meg kell nyerni ahhoz, hogy esélyünk legyen elkerülni az osztályozót. Ilyenkor már ugye nagyobb a nyomás is, hisz nagyobb teher nehezedik a játékosra, de én bízom a csapatban, és úgy megyünk neki ennek az időszaknak, hogy szeretnénk mind a 6 mérkőzést megnyerni. A nyíregyháziak szombaton annak a MAFSZ-nak az otthonában lépnek pályára, amelyet hazai környezetben legyőztek, és amelytől Budapesten 4-szeri hosszabbítást követően szenvedtek vereséget. Én úgy gondolom, hogy semmivel nem lesz könnyebb mérkőzés, mint az elmúlt, de személy szerint én örülök neki, hogy az egyik legnehezebbel kezdünk.
hiszen hogyha ezt sikerrel zárjuk, akkor egy nagy lendületet adhat a csapatnak. A MAFSZ Marsó-Nyíregyháza mérkőzés szombaton 17 óra 30-kor kezdődik a Gaványi Sportcsarnokban. A Kékcápák először március 31-én csütörtökön lépnek pályára hazai környezetben, akkor a Szeged látogat a Bemiskola csarnokába. A Hajdúnánáson aratott 32-25-ös győzelmét követően a női kézilabda NB1B tabellájának második, jelenállás szerint feljutás jelentő helyére lépett előre a Kisvárda KC. Rácz Sándor együttese a következő fordulóba a Szeged KKS-a csapatát fogadja. Ősszel a Hajdúnánástól szenvedte a legfájóbb vereségét a kisvárdai együttes, amely akkor hazai pályán 12 góllal kapott ki a középmezőnyhöz tartozó riválisától. Rácz Sándor tanítványai a legutóbbi fordulóban visszavágtak a hajdúságiaknak, 16-14-es félidőt követően 32-25-re győzött a KKC, és sikerével, jobb gólkülönbségének köszönhetően a Kispestet megelőzve előrelépett a keleti csoport tabellájának második helyére. Mivel a szövetség tervei szerint a két másodosztályú csoportból két-két csapat kerül fel az élvonalba, jelenállás szerint feljutó helyen állnak a várdaiak. Mondják, hogy föltöltik a női NB1-et 16-ra, hát ez akkor igaz, amikor itt megjelenik a hivatalos versenykiírás. Én úgy gondolom, hogy a szansunk megvan, lehetőségünk megvan, de hát még 7 mérkőzés hátra van. Vallom azt, hogy nekünk még mindig meccsről meccsre kell következő feladatokra készülni. A hétvégén nem rendeznek fordulót az NB1B-ben, de a kisvárdaiak nem maradtak meccs nélkül, az EHF kupában szereplő szlovákiai Mihalovce ellen léptek pályára Tarjányiék. Ezek a lukas fordulók nem mindig sülnek el jól. Talán most keresünk jót benne, meg próbáljuk azt a ritmust tartani. Jó az, hogy a Lévai Zsófi remélhetőleg a hosszabb időszakban talán utol fog érni bennünket a sérülését, kipiheni. A másik, hogy kerestünk ellenfelet, találtunk is a Mihajlovce nemzetközi szintű csapat. Itt volt kedden vendégünk volt, és egy nagyon jó meccset sikerült játszani. Az NB1B-ben április 2-án rendezik a következő fordulót, a várdaiak akkor a tabella 5. helyén álló Szeged KKS csapatát fogadják a Városi Sportcsarnokban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Ma van nagypéntek, ezen a napon emlékezünk Jézus Krisztus kereszthalálára. Idén azonban nem csak a gyászról szól március 25-e, hiszen ez a nap Jézus fogantatásának ünnepe is. Nagypéntek és a szeplőtelen fogantatás örömhírvétele ritkán esik egy napra. Ennek alkalmából ünnepi szentmisét tartottak többek között Mária Pócsun is. Nem csak az autósokkal, hanem a kerékpárosokkal is megfújhatja az alkoholszondát a rendőrség a hétvégén. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a közlekedők a húsvét ünnepek alatt Nyíregyházán. A megnövekedett forgalom miatt egyirányúvá válhatnak szakaszok, és több eddig tiltott helyen is parkolhatnak az autósok. Közeleg az általános iskolai beiratkozás ideje, 5715 elsőosztályos kisdiákat várnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskolák a 2016-17-es tanévben. Szabad iskola választás van. Nem csak az állami iskolákba iratják be gyermekeiket a szülők, az elsősök 10-15%-a egyházi fenntartású intézményben kezdi meg tanulmányait. A Kölcsei Televízió híradóját látták március 25-én nagypénteken. Friss hírekkel húsvét hétfőn este várjuk Önöket. Addig is tudósításainkat, műsorainkat újra nézhetik honlapunkon. Munkatársaim nevében is áldott ünnepeket kívánok Önöknek. Viszontlátásra! Szombaton borongós időre számíthatunk kisebb esővel. Egy meleg, majd egy hideg front éri el a Kárpát-medencét. Nyugat felől egyre nedvesebb, kissé enyhébb, majd szárazabb, hidegebb léghullámok érkeznek. A hőmérséklet 1-2 fokkal elmarad az ilyenkor szokásostól. Éjjel eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég. Éjszakától néhol előfordulhat eső. A változó irányú szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Szombaton napközben eleinte jobbára erősen felhős lesz az ég. Később egyre több felé felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor több helyen előfordulhat. A nyugati szél időnként megélénkül.
Délutánra 11 fokig emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap a változóan felhőség mellett általában több órára kisüt a nap, eleinte keleten elvétve még előfordulhat kisebb zápor. Hétfőn rövidebb időszakokra bukkan elő a nap, inkább felhős idő lesz a jellemző, de csupán helyenként ered el záporeső. 1-2 fokkal erősödik a nappali felmelegedés. A következő napokban tovább melegszik a levegő, ugyanakkor szorványosan számítani kell esőre, záporra, egy-egy zivatar sem kizárt, és több helyütt megerősödhet a szél. A hét második felében változóan felhős időre van kilátás, számottevő csapadék nélkül.